A médiatanács elfogadta a Magyar Média Mecenatúra idei támogatási tervét. Nos, nézzük a számokat és a jövőt. Köszöntöm a médiatanács tagját, Kollárik Tamást. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Nyilván nem az elsődleges és legfontosabb mindig a pénz, de egy film finanszírozásánál ez nagy kérdés. Nőnek vagy csökkennek a források? Igen, köszönöm szépen. Nagyon fontos kérdés, hogy mekkora keretösszeg áll a filmesek rendelkezésére. 2013. január 16-án a médiatanács elfogadta a következő évi pályázati tervét, pályázati programját, a Magyar Média Mecenatúra keretösszegeit. A Magyar Média Mecenatúra, amit ugye tavaly hirdettünk meg, két nagyobb egységből áll. Az egyik a független médiaszolgáltatásoknak nyújtandó rendszeres pályázati lehetőségek, a másik pedig a független filmesek rendelkezésére álló keretösszegek. Mind a két nagyobb egységben több pályázati kiírással rendelkezünk, és azt kell, hogy mondjam, hogy összességében is jelentős, több mint 15%-os növekedés van a pályázati keretösszegeknél, valamint tételenként is nőttek a pályázati keretösszegek. Most összesen több mint 2,6 milliárd áll a pályázók rendelkezésére a 2013. évben. Még egy picit nézzünk vissza az előző évre, mert hogy már azoknak a tapasztalatoknak a fényében tudták az idei pályázatokat kialakítani. Összegezzen egy picit, mik voltak azok, amiket átültettek az idei pályázatokba? Igen, a tavalyi évben azt hirdettük meg, hogy minden csak a filmesekkel együtt, illetve a médiaszolgáltatókkal együtt módosítunk a pályázati rendszeren. Folyamatos konzultációk eredményeképpen jött létre a most látható pályázati rendszer. Minden olyan javaslatot megtartunk idén is, ami tavaly sikeres volt, és a filmesek javasolták. Ilyen például az, hogy folyamatos pályáztatására, filmesek rendelkezésére a dokumentum, az ismeretterjesztő és az animációs filmesek esetében évente három alkalommal lehet érkeztetni a szinopszisokat és a pályaműveket, valamint figyelembe vettük azokat a javaslatokat is, amely a pályázati keretösszegek közötti átcsoportosítást illették. Ilyen például az animáció filmesek idén több mint 50%-os keretemelést, vagy 50%-os keretemelést tettünk lehetővé. No, erről például hogy döntöttek, hogy az egyes műfajok alkotói mennyiből, miből és hogyan pályázhatnak? Mi volt a különbségtételnek a motivációja? Egyrészt megnéztük a tavalyi pályázatra beérkezett igényeket, másrészt a konzultációkon is próbáltuk felmérni azt, hogy milyen igények lehetnek. Az idei évben egyébként dokumentumfilmre 330 millió forint áll a filmesek rendelkezésére, ez 10%-os emelkedést jelent. Az ismeretterjesztő filmeseknél 250 millió forint a keretösszeg, ez több mint 10%-os emelkedés az előző évhez képest. A huszárik pályázat esetében pedig egy 25%-os emelkedés történt, ami az is indokolt, hogy a tavalyiban annyi jó pályázat volt, hogy a médiatanács úgy látta, hogy érdemes 30 millióval megemelni az arra évre kiírt pályázati keretösszeget. Persze, ahogy az elején is említettem, nyilván pénz nélkül nem lehet elkezdeni egy filmet, de az is tény, hogy azért sok más dologgal is meg kell küzdenie egy alkotónak. Amellett, hogy pályáznak és forrást kapnak, amellett milyen nehézségek, kérdések merülnek fel a filmesekben, amelyekben például önök tudnak segíteni? Hát ugye mi tudunk abban segíteni, hogy a pályázati adminisztrációt egyszerűsítjük. Tudunk abban segíteni, hogy egy olyan ösztönző pályázati rendszert írunk ki, amely eredményeképpen az elkészülő alkotások, ami nyilván egybeesik a filmesek és a közönség érdekeivel is, nem a fióknak és nem a doboznak készülnek, hanem bemutatásra kerülnek nézett televíziós csatornákon, illetve a pályázati rendszer ösztönzi a fesztiválokra való nevezést is. Emellett az idei évben, illetve még idén, vagy most januárban elindítjuk a pályázati tükör névre elkeresztelt nyomon követő honlapunkat, amelyen látható lesz már az alkotás folyamatában lévő filmek legfontosabb adatai is, a szigorú adatok, hogy ki a rendező, ki a producer, mekkora támogatási keretösszeget kapott, és ezentúl érzékenyebb, szenzitívebb adatok is fel lesznek, például verkfotók a forgatásokról, a szinopszisok. Ez a honlaprendszer egyébként minden egyes támogatott alkotásnak kvázi önálló honlapot biztosít ingyenesen, és nagyon bízunk abba, hogy önök, a kultúrával foglalkozó újságírók is rendszeresen használni fogják ezt a honlapot, mert én azt gondolom, hogy ezek a támogatott alkotások megérdemelnek nagyobb figyelmet is. Persze a kérdés az, hogy a pályázat elbírálásánál mennyire fontos szempont például az,
az, hogy ezek idézőjelben sikerfilmek, idézőjelben nézhető filmek legyenek, vagy egyáltalán a külföldi piacra is betörjenek? Hát mind a három nagyon fontos szempont, és nagyon fontos szempont, hogy az alkotók kik. Hogyha végignézzük a 164 eddig támogatott alkotásunkat, illetve a több mint 123 rendezőt, akiknek támogatást biztosítottunk, akkor azt lehet mondani, hogy a Magyar Média Mecenatúra program az egy befogadó, sokszínű pályázati program. Oscar-díjas filmrendező Krófusz Ferenctől az Oscarra jelölt M. Tóth Gézán át a Kossuth-díjas Orosz Istvánig, tehát sokan kaptak megérdemelten támogatást ebből a pályázati programból, de nyilván mi is izgatottan várjuk azt, hogy az első elkészülő filmek milyenek lesznek, és remélhetőleg egyébként szeptemberre már olyan nagyszámú film készülhet el, az előzetes számolásaink szerint 50 és 60 közé tehető a szám, hogy lehetséges lesz ebből egy filmes szemlét, egy kisebb mustrát rendezni, ahol egyébként az alkotók egymás alkotásait is meg tudják majd nézni. A Magyar Média Mecenatúra idei tervében tehát nő a filmes pályázatokra fordítható összeg. Erről beszélgettem a médiatanács tagjával, Kolarik Tamással az előző percekben.